Még hogy két dudás nem fér meg egy csárdában. Láthatják, hogy ez nem igaz, hiszen Magyarország két leggyorsabb sprinter kajakosa, azaz Dudás Miklós és Tótka Sándor jól megfér egymás mellett. Ráadásul már nem csak a vízen, hanem a szárazföldön is egymásnak feszülhetnek. Elmondhatjuk, hogy pont kétszer annyi világbajnok van az egyesületben, mint eddig volt, mert eddig egy volt, most kettő van. De a Sanyi nem az egyesületünkbe igazolt, csak a csoportba jött edzeni. Én azt gondolom, hogy pozitív lesz, és egymást húzzák előre az edzéseken. Nekem nem volt még fizetésem. Azzal, hogy Tótka Gyoma Endrődről Budapestre költözött és az Újpesthez igazolt, ez is teljesült. Na de nem csak ez szólt a váltás mellett. Amikor itt edzettünk a világbajnoki váltó miatt, itt edzettem Budapesten, Mikinek a csapatával, hogy minél jobban sikerüljön a váltó szereplésünk, akkor megfogalmazott bennem, hogy ez iszonyat jó így edzeni, és tényleg azt éreztem, mint amikor az olimpiai bajnok Usain Bolt a csapattársaival edz, mert ott is a világ legjobbai vannak itt most Magyarország két legjobbja, itt van. Ugyanaz Újpest színeiben fog versenyezni, de Pál Zoltán csapatával készül, köztük legnagyobb ellenfelével, Dudás Miklóssal. Végre változás történt, én azt mondom, de tényleg történt egy olyan dolog, ami nekem nagyon jó, tényleg jött egy olyan versenyző, akivel évek óta kiélezett párbajt vívunk, neki is nagyon jó, és nekem is, hogy tényleg nem csak versenyen találkozunk, hanem előtte is minden edzésen le tudunk meccselni egymással. Itt én húzom őt, a vízben meg ő húz engem, és akkor kajakban meg majd meglátjuk. Az a nevető harmadik sportág, ami igazából a lényeg lenne. Persze a fővárosi körülményeket még szoknia kell Tótkának, már a téli alapozás is tartogat számára újdonságokat. Az úszoda viszont nekem iszonyat. Az ott a legérdekesebb, 50 métersbe úszni, mintha csak úsznék, nem jönne a fal. A nagy kérdés pedig, hogy a tavaly kipróbált és az U23-as VB negyedik Dudás-Tótka egység újra összeáll-e. Első körben minden az egyesről szól, de mivel ugye ott van az olimpiai műsorban a páros indulás is, nagyon fontos egy jó párost összerakni. Első kísérletre nem voltak rosszak. A majd 200 kilométeres Budapest-Gyoma Endrő távolság okozta akadály minden esetre már elhárult, így minden más csak a fiúkon múlik.